Okay. Gondolom észrevettétek, hogy egy bő hónapja nem volt már adás. Most beszélgessünk egy kicsit erről. Februárban leforgattam egy Split kritikát, és a megvágása közben észrevettem, hogy hulladark. Egy ilyen klónos sztori volt körülötte a kerítés, de valami olyan eszméletlen melankólikus lett, hogy elgondolkodtatott. Lehet, hogy egy kicsit fáradt vagyok. Ez a youtubereknél amúgy abszolút megszokott dolog. Az a helyzet, hogy elég fárasztó dolog ez a youtubozás, tényleg minden nap, minden platformon folyamatosan gyártani a tartalmat. Na most én ez alapján rájöttem, hogy 5 éve nem tartottam egy hétnél hosszabb szünetet, amiben nem foglalkoztam a műsorral egyáltalán, és ez nagyon veszélyes. Ez a műsor a mindenem, imádom, szeretem, és emiatt nem akarok kiégni. Nem akarom meggyűlölni, vagy egyszerűen csak teljesen semmilyen anyagokat így dobálni azért, mert muszáj, mert különben nem jön a pénz. Amire szükségem volt, az egy szünet. Úgyhogy ezt meg is tartottam, de amint kerestem a filmet, amivel visszatérhetnék, szembe találkoztam a Szürke 50 ányalatának a második részével. És az ihlet. Az ihlet! Mint nudli hányása csattant az ébredő arcomon, úgyhogy, hölgyeim és uraim, kezdjük már el! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség, és ne beszéljünk egy kicsit a családi erőszakról. Nem, ne beszéljünk róla. Tudjátok miért nem? Mert a családon belüli erőszak egy rettenetes dolog, ami megszámlálhatatlan nő és férfi életét teszi tönkre. Egy roppant komplex érzelmi és mentális háttérrel rendelkező kapcsolati bűntény, aminek a kezelése elképesztően nehéz és borzalmas folyamat, a megfelelő támogatás nélkül pedig gyakran lehetetlen. Egy nehéz és fontos téma, ami komoly diskurzus kíván, és mégis. Amikor erről elkezdünk beszélgetni, mindig van egy srác, nevezzük Gyulának, aki ott áll az egész szélén, és így nem értem, ha rendre agyonveri, akkor miért nem hagyja ott? Tiszta hülye, csak hagyja el, tök egyszerű az egész. Na és akkor jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség, beszéljünk a Gyuláról! Mert ő, meg a párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos szűklátókörű tudatlan hülyesége olyan sokra vitték, hogy kijutottak Hollywoodba és csináltak egy filmet. Ez a Sötétség 50 árnyalata, két szexi idióta erotikus verekedései. A történet szerint nem! Nem! Nem fogom ezt most ilyen pár mondatban összefoglalni. Gyertek velem egy mágikus utazásra! Amikor elhagytuk a történéseket, éppen ott tartottunk, hogy Jancsi túros csúszává pofoszta Juliskát egy bőrövvel. És emiatt szakítottak. Meg lehet érteni a tudatfolyamot, ami a háttérben hömpölyög. Nos, itt a második mentál verőleves, aminek kezdetén Piroska éppen egy fotótárlaton lébecol, ahol a róla készült portrék is ki vannak állítva. Hirtelen valaki értesíti, hogy a róla készült fotókat egytől egyig eladták, és ki is derül, hogy a vásárló nem más, mint Balfarkas, aki ezzel az arccal állít be. Találjuk ki, mi történik. Nekem így az lenne a zsigeri reakcióm, és elnézést az idejét múlt mémért, de... Run. Persze nem! Ez a menthetetlen melletlen retardát megragadja az alkalmat, hogy újra összejöjjön a sráccal, aki vágódeszkának használta a seggét még úgy egy héttel ezelőtt. Ezután a kapcsolatuk újra felhőtlenné válik. Maris mégiscsak, sőt, még inkább belelendül az eszenembe, örömmel felpakol magának bármit, ami fényes és chillingel, de ez a szexuális karácsonyfázás nem tarthat sokáig. Mert Nolám megjelenik a kis csaj a körből, aki bejelenti, hogy egykorom még ő is egy normális kislány volt, voltak álmai meg vércukra, de összeakadt hasfelnyaló Jackkel, és az élmény egy hajszárítótlan TV-démont csinál belőle. És találjuk ki, mi erre a reakció. Nekem így az lenne, hogy... Run. Persze, Maris így. Ez fura! Dugjunk még egy kicsit! És lőn újabb esetlen pornó jelenetek jelentkeznek, végül pedig Samantha, a hipster kuddémon olyan erőszakosan akarja lebeszélni pocakhont azt a biztos érzelmi halálról, hogy a pár kínos őszinteségre kényszerül. Amikor is bejelenti. És bazd meg, ezt nem fogjátok elhinni, pedig szóról szóra így van a filmben. James Bondage bejelenti, hogy ő nem domináns. Na ne basz! Ő csak úgy szimplán szadista, aki... szereti verni a nőket, akik az anyjára emlékeztetik. Találjuk ki, mi erre a reakció! Vegyél feleségül! Te szellemi osztriga, te! Hogy lehet valaki ilyen észveszejtően buta? Ez nem egy bántalmazó kapcsolatban ragadt nő, ez egy dadogó degenerált, akinek a fétise a bántalmazó férfiak. De komolyan! Mr. Kuro Rudy odaáll, és a szemébe mondja, hogy egy kétlábon járó sorozatgyilkos a 90-es évek rendőrkrimieiből, és ő így...
Ne örökíts tovább a genetikai állományod, légy szíves! És ez még csak a kezdet. Ez egy film, amit egy csapat latex pulcsis elmebeteg firkantott fel a gyógyintézet falára, de emellett még rossz is! Ez pedig 1000%, hogy a könyvnek tudható be. Nem, a második részt már nem olvastam. Mert anyád lenyúlta a kötetem azért. De ez a sztori valahogy egyszerűen kriminális. Mert látszik, hogy egy totál inkompetens ember próbálta megírni specifikusan a nőknek. Egyrészt ez egy harmatlankat pornófilm, amiben valamiért több a történet, mint a szex. Mert persze azért nézzük, aha. Semmi más nem történik a pornójelentek közt, csak emberek ülnek helyeken és vacsoráznak. Mintha csak a Lucas trilógiát nézném, csak sokkal kevesebb benne az erotika. I don't like sand. De a vak sötétség itt még nem áll meg. Mert ha véletlenül megesik valami a filmben, az is felháborító. Hiszen mondjuk nyilván Csipkedő Rózsikának muszáj feldolgozni a szakmai életét is, ami a következő. Egy szörnyű férfi főnök megpróbálja megerőszakolni az ártatlan, de tehetséges titkárnőt, aki mindezt nem hagyja, megmenekül, és jutalomként ő lesz a főnök! Abszolút támogatom a kompetens nők munkahelyi egyenjogúságát. Kapja be a szakma, ami nem alkalmaz egy nőt, azért, mert ő kevésbé eredményesen tud irodákban ücsörögni, mint egy férfi. De ez az önpusztító elmészeti szerencsétlenség egészen pontosan asszisztensből lesz főnök, azért, mert nem engedte magát megcuccoltatni, meg volt egy jó ötlete. Én minden nap ezt csinálom, hol a libri? Csókolom! Mostantól én vagyok a kapitány. Csak Schwab receptkönyveket fogunk kiadni. Mind 300 oldalas lesz, és mind a 300 oldalukon ugyanaz az egy darab rakott krumpli receptje lesz. Szólottam! Értem én, hogy ez egy nemi képzelgés, de nem így képzelgéseket kéne filmre vinni. Ennyit a történetről, milyenek a színészek. El vannak keseredve! Dakota Johnson látványosan gyűlöl mindent, ami körülötte zajlik, nem tudom, hogy ez ismerősebb valahonnan. Jimmy Dornan pedig, és váltig állítom, hogy ő egy teljesen jó színész, olyan szinten szarik bele a filmbe, hogy a második felében már meg se próbálja elrejteni az ír akcentusát. For once, just do what you're told. Yup! Jamie ír! Meg gondolom sír! De ő messze sokkal jobb annál, hogy erre ne figyeljen! Sajnáljuk, Jamie, de köt a szerződés. A lelked mostantól az öleletlen 50 éves öregasszonyoké. Gyerünk, fordulj egyet, Jamie! Hagyj lássák jobban azt a fokhagyma popsit! Szegény gyerek! És ez a totális telibeszalása az amúgy is totál szar alapanyagnak akkor lesz teljesen egyértelmű, mikor a két karakter együtt van és mégse tudnak szexelni. Atya ég, azok a dialógusok! És ezek az értelmiségi elit tényleg? Romeo egy iparmágnás, akit egyetlen egy darab megbeszélésen látunk egész végig. Julia pedig addig táncolt az erényövezetben, még kiküzdött magának egy pozíciót, amiről fingja sincs, de azért inkább taxizgat a tengeren, mint hogy bemenjen melóba. Pocsék! De most jön a lényeg. A sztori szar, a pornó lagymatag, a zene valami elviselhetetlenül gagyi, a karakterek feltűnésmentesen el tudnának vegyülni az állatkertben, de megint csak az a baj, hogy ez a film is lehetett volna jó. Lehetett volna beszélni arról, hogy milyen nehéz a párkapcsolati dependencia. Milyen sarokba szorító a fizikai bántalmazás félelme. Mik az eszközök és a gátok, amik miatt emberek beleragadnak az ilyen helyzetekbe. De nem! Mert ez a karalábé nem fogja feltolni magát! Gyerünk tovább! Jöjjön a harmadik rész is, biztos vagyok, hogy az lesz az igazi. Értékeljünk. Ez a film olyan, mint ez a karalábé. Fáj! Nos, hölgyeim és uraim, ez volt a mai filmünk, és sajnálom. Ahogy kimentem az utcára forgatni, észrevettem, hogy minden teljesen nyugodt odakint. Nem égnek a szemetesek, nem áll lángokban a nemzet. Senki se vonult fel az utcákon azért, hogy vegyék le ezt a kovis uborkát a mozik polcairól. És ez mind miattam van. Túl sokáig voltam távol, elkényelmesedtetek. Kellek nektek, hogy megbeszéljük, hogy oké, hogy nem tetszett, de miért nem? Rendben, tetszett, de miért? Oké, leszartad, de milyen magasról? Itt kell lennem! Mert nélkülem ki hozná el nektek a videót, amiben valamiért valahogyan össze lehetett fűzni Michael Bay-t és a homoszexuális gyerekvállalás kérdéskörét. Eddig Hollywood megúszta, de most. További 5 videó jön! Holnap egy EMC-s sorozatos Into the Badlands kritika jön, mert most indul a második szezon, aztán jön egy Logan, és jön egy Mindenki, végül pedig egy 3 részes nemzeti kritika sorozat következik, mert végre valahára Magyarországnak meg kéne utálnia engem már. Mindez pedig a Hollywood hírügynökség világuralomra törő akciófilm trailerével zárjuk. Be fogtok szarni! Szóval összefoglalva, csak annyit akartam mondani. I'm back! Bitches! Just Hollywood.